Jó estét kívánok, köszöntöm a közügy nézőit. Több mint 9000 első éves kezdte meg tanulmányait idén a Debreceni Egyetemen. Vasárnap a Főnix csarnokban volt a tanévnyitó ünnepi szenátusi ülése. Az ünnepségen címzetes egyetemi tanári címet adományozott az intézmény a BMW dízelmotor fejlesztési vezetőjeként ismert, a szakmában dízelpápaként emlegetett Anisics Ferenc gépészmérnöknek. Szilvási Zoltán a Debreceni Egyetem rektora és Anisics Ferenc címzetes egyetemi tanára vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Na hát itt ugye az elmúlt napokban, hetekben tele voltak a hírek azzal, hogy Debrecenben BMW gyár épül, most pedig hogy nem, egy címzetes egyetemi tanári címet adományoz az egyetem a BMW egyik szaktekintélyének. Vannak még véletlenek Debrecenben? Hát mondjuk nekem kellett volna az felkonferálását megírni, akkor nem azt írom, hogy nem, hanem az, hogy természetesen. Tehát én azt gondolom, hogy pusztán csak az axiómák alapján a BMW a világ egyik legnagyobb autógyára. A Debreceni Egyetem az ország legnagyobb egyeteme. Egy új profilt, egy nagyon fontos új profilt nyit a város szempontjából is, egyetem szempontjából is. És magától értetődik, hogy ehhez a megaprogramhoz, amiben az egyetem nagy örömmel belép, a legmegfelelőbb emberekre igyekszik támaszkodni. Na most azt gondolom, hogy túl az udvariaskodáson Anisics úra a műszaki elit első számú személye a világszerte. És amire még ráerősít az is, hogy a BMW kontextus miatt ő magyar, tehát az előzetes beszélgetések alapján azt gondolom, hogy nem fog megcáfolni, hogy úgy ő nagyon sokat tud segíteni, olyan tudásbirtokában van, ami óriási segítség egy ilyen programban az egyetemnek is, Debrecennek is, meg az országnak is. És én úgy látom, hogy ez nem is nagyon lehetett volna másként. Ugye önről azt tudni kell, csak a nézőknek mondom, hogy tudják, hogy 20 éven keresztül volt ugye a BMW-nél a dízelmotorfejlesztési üzletágban, a kutatóközpontban vezető. Elárulja nekünk, mielőtt az együttműködésről beszélgetünk, hogy lehet oda kerülni a BMW-hez, illetve ön hogy került oda, nyilván nem csak kopogtatott az ajtón, aztán beengedték. Nem, hát ez egyáltalán nem így működik. Én már előtte ismert fejlesztőmérnök voltam. Az pályautam az Augsburgba nagy hajómotorok fejlesztésénél kezdődött, és hát tudományos elméleti munkákkal lettem ismert, ami aztán gyakorlati alkalmazáshoz is vezetett. Én ezek relatív rövid idő után ledoktoráltam Braunschweigbe, ami azért volt egy unikum, hogy egy olyan mérnöki gárdába voltam németek között, amelyek mind Németországban tanultak, és én voltam az első, ami ledoktorált. Később meghívásra a svájci Zaure cégnél tehát vezető lettem, fejlesztési vezető, autóbuszgyártás és teherautógyártás. Tehát itt nem tudom, észreveszi, hogy a hajómotorokról igen, átváltottam, igen, tehergépkocsira, de ott nagyon szoros kapcsolatban álltunk a Fiattal és a Zaure Fiatnak személygépkocsi motorokat. Ott volt az első közvetlen befejezkedési motor, amit a Fiatnak fejlesztettünk. Tehát nekem ez egy tapasztalatgyűjtés volt, és nem egy karrierlépcső. Utána elkerültem szintén egy régi főnököm meghívására Mannheimbe, ahol industri motorokat, tehát ipari motorokat különböző Iránnak, és nem tudom hova szállítottak, de traktormotorokat is fejlesztettünk, és ez elég sikeres volt. De ott viszonylag rövid időt töltöttem, és körülbelül 2 év múlva elért ez a meghívás a BMW. Tehát én ezt úgy írják szakavatott újságírók, hogy én nem úgy érkeztem a BMW-hez, hogy egy ismeretlen szakkezdő voltam, mert a BMW-nek nem volt dízel tapasztalat, és kerestek egy dízel tapasztalt vezetőt, és ezt úgy szokás csinálni, hogy
rejtélyes interjúkat folytatok ismeretlen témáról, és később tudtam meg, hogy 60 aspiránst vizsgáltak, tehát mi nem lehetett erre jelentkezni. Ismeri ezt a megbíznak cégeket, úgynevezik headhunter, és ezek keresnek ki különböző személyeket, és aztán a végén lépésről lépésre közelebb kerültem, és aztán egyszer ellátogattam a későbbi munkahelyemre, és akkor engem választott ki a BMW vezetőnek ott. Ez egy kicsit pikáns volt, mert ismeretesen az osztrák mérnökök kiváló szakemberek az automotor területén, és egy magyar főnöknek tudni, hát az előbb ez egy kicsit pikáns volt. Azt el tudom képzelni. Ugye nyilván az egyetemnek már elindult egy folyamat, ugye a műszaki képzés átalakításában egy ilyen szaktekintély minden szempontból jól jöhet. Milyen szerepet szánnak Hanisics úrnak, és miben tudhat majd ő segíteni? Hát a jövőt kettős szerepben tervezzük. Az egyik konkrétan az egyetem képzéseiben segítség, jelentős részben a BMW kontextusában. Ez azért érdekes, mert ugye az egyetem műszaki ambícióinak van egy kettős arca, de ezek összefüggenek egymással. Az egyik energetika, a másik pedig járműipar. Na most a kettőt nem is biztos, hogy feltétlenül érdemes elválasztani, mert ma már a járműiparban is ugye nem csak gépészmérnökök vannak, hanem gépész, villamos és vegyészmérnök adja ki a járműipari mérnöki szaktekintélyeket. Az energetikában pontosan ez a helyzet, de a legfontosabb, amit mi magunktól nem tudnánk azt hiszem sok-sok év alatt sem megtanulni, hogy hogyan optimalizáljuk a BMW közelségét. Hogyan legyünk a cég segítségére. Ha magunknak kell kitalálni, akkor legfeljebb észrevesszük, hogy mit szeretnének tőlünk, de nem biztos, hogy a lényeget látjuk. Ebben Hanisics úr rengeteget tud nekünk segíteni, és amennyire mi az ipartörténetnek azt a részét át tudtuk tekinteni, hogy mi történik egy városban, hogyha ott a BMW, vagy a Mercedes, vagy az Audi megjelenik, akkor ugye Debrecenben is ennek vannak következményei, és ráadásul ezek között az egyik nagyon fontos csapásirány a felsőoktatási intézmény és a gyár kapcsolata. Most a Debreceni Egyetem jóval nagyobb egyetem, mint amit a Mercedes Kecskeméten talált, meg mint amit Győrött is talált. És ráadásul nekünk megvan az a képességünk, hogy van egy nagyon erős természettudományi karunk, tehát nálunk, hogy matematika, fizika, kémia, kvantummechanika, ábrázoló geometria, tehát ezek nagyon magas szinten művelt mesterség az egyetemen, ami egy fejlesztő mérnök számára nagyon fontos. Tehát mi abban is szeretnénk Hanisics úr segítségét megkapni, hogy hogyan tudunk az egyetem és a nagyvállalat együttműködésében nagyon robusztus, műszaki tudású, potenciális fejlesztő mérnököket képezni, hiszen a debreceni fiataloknak például a BMW-nél a sorsát meghatározza az, hogy képes-e beépülni, vagy képes-e rá építeni a német menedzsment. Először gondolom tiszta német menedzsment érkezik, és utána ebben valamilyen teret fognak hódítani a magyarok. De nem azért, mert mondjuk egy politikus odaszól, vagy nem azért, mert valaki valakinek a rokona. Ebben a nagyságrendben nem ezek a rendező elvek, hanem kifejezetten a rátermettség, a 21. századi műszaki műveltség. És ez más egy picit, mint amit a magyar műszaki felsőoktatási intézmények ambicionálnak. Itt a legfontosabb tényezők a probléma vagy feladatmegoldó képesség, vagy a feladatmegoldás iránti affinitás, a kreativitás, az innovativitás, és talán mindegyiknél fontosabb a kooperativitás, ami ebben az ágazatban elengedhetetlen, hiszen nem úgy születik meg mondjuk egy vezérlőrendszer,
vagy mondjuk az olajszivattyú meghajtó fogaskerék újra tervezése, hogy valaki leül és egy kockás papírra rajzol dolgokat, hanem ezt sok ember csinálja összehangolt munkával, minőségbiztosított körülmények között és időre. Ezt mi nem tudjuk, Anisics úr tudja. És hogyha szeretné nekünk elmondani, akkor mi velünk ezzel tesz a legnagyobb jót. Hát nyilván önnek megvannak a tapasztalatai Németországban, hogy működik ez, hogy a BMW mennyire használja, hasznosítja azt, amit egy egyetemből ki lehet hozni. Ön mekkora potenciált lát ilyen szempontból a Debreceni Egyetemben? És vannak-e tényleg olyan működő modellek Németországban, amit érdemes áthozni ide? Nézze, én egy városban, egy kis városban volt a fejlesztési központ, ez véletlenül történt, mert különben ez Münchenben van egy városnegyed, ahol nagyon jól kiképzett specialisták, 20 000 specialista fejleszt ki egy autót. Na most itt visszatérek az eredeti kérdésre, itt szinergiák, kétoldalú szinergiák létesülnek. Például, ha jól együttműködik az egyetem és a BMW, akkor lehetőség nyíl, ami egy normális embernek nem, hogy látogatást lesznek a Müncheni Fejlesztési Centrumba, ami olyan, mint egy diáknak, mint egy Disneyland, egy műszaki Disneyland. Olyan dolgokat látnak, ami egy egyetemnek nincsen, és belelátnak a jövőbe. De főleg az, hogy lássák, hogy mi tartozik hozzá, hogy egy autó előálljon. A másik oldalról, ez teljesen így van, ahogy a professzor úr mondta, hogy a BMW eleinte német menedzserekkel dolgozik, és fokozatosan átveszik ezt magyarok. Annál gyorsabban megy ez a folyamat, minél jobban felgyorsul ez az asszimilálási lehetőség, hogy ezt a munkát el tudják vállalni. Tehát bizonyos hasonlóság az oktatásban, mint ismerik el, hogy hogy működik a BMW. Tehát hogyan gondolkoznak, ezt erről én már beszéltem, de itt talán elmondom, hogy egy cégnek, de szerintem ez minden intézményre vonatkozik, a kiválóság a termékben, kiválóság a folyamatokban, és ha ezek jól működnek, akkor a legjobbakkal együtt dolgozni. Ez a titka a sikeres cégeknek. Tehát a szervezés is úgy történik, hogy először a folyamatokat megnézik, arra leképeznek ezt a folyamatot szervezetekbe, és utána kikeresik az erre meg alkalmas képesítésű mérnököket. A BMW egy mérnök vállalkozás. Majdnem minden vezető pozícióban mérnök van. Tehát a vezérigazgatói, már nem is emlékszem, hogy volt-e valaha más foglalkozású, de explicit kimondta az egyik vezérigazgató, hogy a BMW-t mindig egy mérnök fogja vezetni, és ezáltal biztosítja az innovációt. Na most a high-tech fogalom az úgy definiálódik a német kutatóintézetek, a Fraunhofer Institut így határozta meg, azt nevezik innovatív tevékenységnek, hogyha legalább 3,5% a terméknek innovatív. És a BMW egy ilyen innovatív. Na most az innováció az nem szerencse dolga, és nem orosz rulett, hanem egy módszeres, rendszerezett. Ehhez hozzátartozik, hogy vannak módszerek, hogy hogyan kell feltalálás értékű innovációt kitalálni. Ezeket nem tanítják ma még az egyetemeken Németországban sem általában. Vannak egyetemek, ahol ezt sikerült bevezetni, de nem mindenütt. A másik pedig az egyetemi oktatás mindenütt a világon egy szóló dolog, hogy amit tegnap az oktató elmondott, azt valamikor visszakérdezik, és hát ez nem egy probléma megoldás, hanem egy visszaszajkózás.
most ezt meg lehet változtatni, hogy gyakorolják már az oktatás ideje alatt az együttműködést, mert minden komoly, komplikált termék az egy csapatmunka eredménye. Megszűntek már a kiváló feltalálók, a 19. században voltak még feltalálások, ma már nem tudja megmondani, hogy kitalálta fel a magnetofont, vagy különböző, ugye a Boeing 747-es, ott is 10 000 mérnök, még a Wright testvérek összecsavaroztak egy faszerkezetet egy motorral, és az lett a motoros repülőgép, ezt meg lehetett csinálni, de az egy példányban, de egy B, egy 747-eset, ezt nem lehet egy emberre. Na most ez egy kicsit, nem vagyok biztos benne, de én azt hiszem, hogy magamból kiindulva egy magyar egyéniség az autonóm szeret lenni, és szólóban szeret működni. Na most az iparban ez nincsen. Tehát ez egy olyan csapatmunka, ahol különböző specialistákat összeválasztanak, és ez a csapatmunka eredménye a termék. A vezető annak kell a legkreatívnak lenni, mert ha rossz feladatot tűz ki, és nem kreatív, akkor 100 kiváló mérnök rossz feladaton dolgozik. Tehát egy óriási felelősség, és hogyha meggondolja, hogy egy autónak a tervezése úgy kezdődik, hogy egyetlen egy vásárlója még nincsen, és belőlnek kb. 3 milliárd eurót, amíg ezt bevezetik a piacra, akkor milyen felelősség ez? És milyen módszerek, és milyen áttekintő például a piac elvárásait hogyan kell, ezt meg lehet tanulni már az egyetemen, lehet gyakorolni, és talán erre egy kicsit tudok befolyást gyakorolni. De az egyik érdekessége a szinergiának lehet, hogy olyan lehetőség nyílik a diákokra, ami más egyetemeken nem létezik, nem lehet. Készen áll erre a Debreceni Egyetem egyébként, hogy mondjuk ilyen szinten belenyúljon az oktatási rendszerbe, és ha erre van igény, akkor ezt vezesse be? Vagy mondjuk mennyire lehet, vagy kell azt megengedni, hogy a BMW akár rá is telepedjen? Kicsit csúnya szóval az egyetem. Azt nem fogja a BMW sor csinálni. Ez egy picit olyan, mint, hát ön már nem emlékszik rá, de az én fiatalkoromban a magyar telefonhálózat az olyan volt, hogy mondjuk Debrecenből egy budapesti interurbán telefonhívásra fél napot rá kellett szánni, mert nem kapcsolták, vagy ha sikerült, akkor fölbontották. És akkor mondjuk még az Ericsson Magyarországra érkezése előtt megkérdezte volna, hogy és akkor föl van készülve a magyar telefonhálózat az Ericsson fogadására? Hát az lett volna a válasz, hogy nem. De néhány év múlva Európa egyik legjobb telefonhálózata lett Magyarországon, pontosan azért, mert olyannak lehetett megkonstruálni a rendszert, ami a kor színvonalán ideális volt. Na most nálunk a nagyon-nagyon igényes mérnökképzésnek a természettudományos alapjai magasabb szinten vannak meg, mint akár a budapesti műszaki egyetemen. A mérnöki specifikumokat pedig olyanra csináljuk, amilyenre akarjuk. Szerencsére a Debreceni Egyetem anyagilag se áll rosszul, támogatottságban se áll rosszul, ipari partnerekben sem áll rosszul, tehát nekünk egyre érettebbé válik az a feladat, hogy az energetikában és a járműiparban képesnek kell lennünk műszaki elitképzésre. Mi nem félünk a BMW-től, hanem nagyon szeretnénk vele együttműködni. Talán emlékszik rá, hogy körülbelül egy évvel ezelőtt említettem, hogy az egyetem átlépett egy fontos határt a műszaki fejlesztések terén, hiszen volt egy hét, amikor az amerikai General Electric-kel és az orosz Rosatommal egyszerre állapodtunk meg. Na most, hogy igazán mi a leglényegesebb előrehaladása ennek a megállapodásnak? Én azt gondolom, hogy amit megtanultunk velük, az a BMW-nél nagyon nagy hasznunkra válik. Ugye sokszor összeülünk, sokszor beszélgetünk.
megismerjük a gyár fejlesztési problémáit. Megismerjük, hogy egy-egy termékkel kapcsolatban, egy új verzióban mit szeretne a gyár, és ebben hogy akar igénybe venni bennünket. Tegyük föl, hogy mondjuk van egy turbinalapát, és annak a szegecselése olyan, hogy másikat akarnak. És mondjuk kitapasztalták azt, hogy mi képesek vagyunk ilyen feladatokat megoldani. És akkor a turbina szegecseket mi kifejlesztjük, vagy a turbina szegecselés technológiáját. És ha már kikutattuk, meg prototípust csináltunk, és az tetszik a vállalatnak, akkor 5 percre vagyunk attól, hogy azt a kis alkatrészt, azt az innovatív megoldást valami egyetemi érdekeltségű cég állítsa elő. És ebben a pillanatban már nagyságrendet ugrottam előre, hiszen beszállítói kapcsolatba kerültem a gyárral, lehet, hogy az ő egyik beszállítójával, lehet, hogy vele közvetlenül. De a Debreceni Egyetemnek az ambíciói a BMW-vel kapcsolatban ilyenek. Túl azon, hogy előállítjuk mind a BSC, mind az MSC szinten azt a mérnök garnitúrát, akire a gyárnak szüksége van, és ezen kívül doktori iskolát hozunk létre a műszaki tudományok minél magasabb szintű művelésére, és Anis is professzor, mert most már a mi professzorunk, tehát én ezt nyugodtan mondhatom, Anis is professzor segítségével egy olyan fajta műszaki, akadémiai kultúrát is szeretnénk meghonosítani, hogy a felsőoktatási intézmény a benne lévő műszaki kutatási felületekkel szolgálni tudja hatékonyan az ipart. Tehát innováció-orientált műszaki kutatásfejlesztés és oktatást szeretnénk megvalósítani. Amit mi látunk a saját feladataink közül, az körülbelül ez. És az összes többi részlet az interaktív. Megmondja a gyár, hogy neki ez kell, vagy nem ez kell, mivel ő jobban ért hozzá, mint mi fogunk alkalmazkodni. Na hát ez már így önmagában nagyon izgalmas, rengeteg együttműködési lehetőség van, viszont a műsoridőnk lejárt, úgyhogy ha lehet, én nagyon szívesen látnám önöket akár egy következő körre. Ha már vannak konkrétumok, vagy már körvonalazódik, hogy mi lesz az együttműködés, akkor újra beszélgetünk róla. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, ennyi fért a mai közügybe. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra.